Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Battle Tech Hardcore folytatása. Egy újabb, viszonylag könnyű küldetés, másfél koponya. Egy bázist kell elfoglalnunk, hideg környezetben. Némileg rossz pozícióból, hiszen úgy kezdődik, hogy lemászunk erről a hegyről, ahelyett, hogy mondjuk innen kezdenénk és egyenesen a hegyről támadhatnánk, de hát ez van. Meglátjuk, hogy mi a helyzet. A szerencsénk van, túl sok védelem nem lesz, némi torony. Túl sok védelmet nem látok. Mondjuk mivel itt a fala a térképnek, így... Ahó! Ott egy érkező pozíció. Na. Ah, egyenesen a sarokba érkezett az erősítés. Egy channel. Nem a legveszélyesebb dolgok egyike. Mondjuk az, hogy kapott két akciót, az már igen. Ha! Érdekes lépés. Harmadik könnyű. Na, úgy látom akkor, hogy ezek könnyű ellenfelek. Medúza. Remélem, nem azt jelenti a... ...helyzet, hogy... Locust... Firestarter, remek! Erre még két fegyverrel tudunk lőni. Úgyhogy erre fogunk lőni. Még akkor is, ha... ...gárdba van. Egy kicsit komolyabb tűzerőt tudunk adni. Na ja. Úgy látom, a nagy fegyver mellé ment, bármi is az. Indikátort leküzdjük, leküldjük a problémás terepről. Sokkal jobb eséllyel találsz, és hát azért van benne más sérülés is. Na, megint lábra lövünk. Centurio, kúsz közelebb és tedd a dolgodat. Sokkal jobb esélyeid vannak, KC-10. Hát, majdnem igazából felezve még majdnem kiütöd így is. Na, egy láb mínusz.
Ha célozni akarnék lábra ilyen ütemben, akkor nem tudnék. Lábakat lőni így. Nos, bárhova is ment, az nem oda. Úgy érzem. No, jönnek a picik hordája. Firestarter veszélyes. Ha elég közel kerül, azt ki kell lőni. Nem szabad hagyni, hogy lángszorozzon. Jó. Hát szed ki. Vagy ne. Mert valahova hülye helyre lőttél megint. Cserébe mindennel mellé lőtt, amivel mellé lehet lőni. Hogy állunk? Ó, oh. Lábat lőtt természetesen. Jó, menj hátrébb és lőd ki azt a Firestartert, vagy le is próbáld. Ha lenne megosztott tűzünk. Szedd ki a Jennert, azzal járunk legjobban. Az kiszedett ellenfél, az mindig előrébb visz. Plusz talán meglátjuk, hogy mi ez a szörnyűség, egy Shadowhawk. Olyan nekünk is van. Jó, menj az erdőbe. Hiszen a tűzköpő elől az erdőbe bújjunk. PPC-t nagyon mellé. Rizikós, mert utána meg lőni fog. Akkor beérhet lőtávba. Oké, szinte mindennel, amivel nem kellett volna mellé lőttünk. Jó, a locusttól nem félünk. Hadd rohangászom. Főleg amíg a gátba lévőt rakétázgatja. Kérdés, hogy elég közel jössz a Firestarterrel lángszorózni. Úgy látom, nem helyes. Cserébe erdőbe bújsz.
Természetesen a nagy fegyverrel mellé. Szerintem annak volt a legjobb százaléka. Jacket meglőtte rendesen. PPC végre bement, ahogy illik. Na hát, meg van hámozva mindenütt, kivéve torzón. Kis láb. Na, a bal oldalát lebontottuk. Láb, torzó, kar. Jajj! Jööö! Na hát lehet, hogy nem ideális. Sőt, nagyon nem, de lássuk. Nem volt elég, sajnos. De elvileg lesz még egy lövésünk rá majd bónuszba. Ez a locust érdekes manővereket hajt végre. Nagyon lassan. Továbbra is a gárdba lévőt lövi. Az a legkevésbé veszélyes, azt hiszem. Jó, 2 HP maradt rajta. Ez a bármivel találunk meghal. Úgyhogy ez kissé pazarlás volt, de inkább többet, mint kevesebbet. Wow, ennyi? Egy lövés? Ellenben, ha kiálltál itt békésen az erdőn kívülre, egy kart úgy egyből lerobbantunk róla. Egy PPC lövéssel. Azzal egy lézer ment haza. Mennyire közel vagy. No, egy center torzó. Meg volt, de... De teljes körbelövéssel. No, pacifikáltuk a bázist. PPC magába akár elég lehet. Nem, mert gárdba van. Úgy hirtelen elég HP-ja van. Thank you.
Na, haladjunk. Elvileg ez ennyi. Nagyszerű. Mivel nem volt sok loot opció, így elég sok pénzt kértünk, illetve egy havi fizetést begyűjtöttünk. Hát ez homály. AC5 meg mondjuk egy medium lézer. És a random egy Shadowhawk meg egy Locust. Na, a Shadowhawk azért egy hasznos darab lesz. Abból el lehet tartani egy másodikat. No, van-e egy könnyű, gyors, egyszerű küldetés, vagy sem? Utazás 2-re, két és feles assassination. Kemény. Mindkettő a Fjaldiron. Megkockáztatjuk ezt a két és feles assassination-t. Viszont onnan max lootot akarok, mert ott van esély komolyabb járművekre, komolyabb meghekre. Persze annak is megvan az esélye, hogy iszonyú problémába futunk bele, amivel nem bírunk el. Hát az előző küldetés teljes bevétele az ugrott. Ó, random. Természetesen utazókat kisegítünk orvosi kellékkel, ha kell nekik. Nem kérünk pénzt érte, mert az illetlenség. Az űrben nem tudod, hogy mikor kell majd valaki másnak a segítsége. No, hát hajrá, lássuk ezt a rettenetet. XP-t lehet, hogy ki kellett volna osztanunk előtte. Na mindegy. Annyira nem volt sok. Most plusz egy valami. Az még egy célzásnál sem egy olyasmi, hogy hú, na ettől nyerünk, vagy nem nyerünk. No, hát egy bónusz lens mindenképpen lesz, és ki tudja még milyen egyéb. Hát a legrosszabb opció, hogy egy dupla lens és egy nagyon nehéz valami. Két és félen már akár asszó is fölbukkanhat. Vagy bármi egyéb förtelem. Vagy mondjuk egy demolisher. Mert előfordult már az is, hogy ilyen küldetésen egy demolisher volt a rettenetes fő ellenfél. Smuggler erők és reinforcements, tehát gyakran két teljes lens plusz az aprólék. Az a mission. Az az erősítés, ez meg itt az ő főerőjük. Remek hír, nem. Menjünk először az erősítés felé. Keep your eyes peeled, Commander. This looks
like an ideal place for an ambush. No. Szenzorbogyók megvannak. Na, mi vagy te? Mind a kettő előttem jön, úgyhogy valószínűleg mind a kettő négyes. Igen, lókuszka. No. Jöhetünk? Még valahonnan rakéták. Mondjuk az még belefér. Oh yeah. Megérkezett továbbiak. Messze nem voltak olyan messze, mint leírás mutatta. Szerencsére úgy látom mindegyik könnyű. Eddig. És azért 5 light sem egy ijesztő ellenfél. Shadowhawk, húzódj be az erdőbe, hogy legalább annyi fedezéked legyen. És hát kezdjük meg a locust lebontását. Na, először úgy nézett, hogy nem találtuk el, de aztán, mint kiderült, torzókar. Ó, vannak ott. Vannak ott komolyabb ellenfelek. Most csak téged látlak, úgyhogy csak téged tudlak lőni. Eddig egy mínusz. Ez azt jelenti, hogy az erősítés az 4 egységből áll. Arra ráláthatnék, de pont oda nem akarok ugrani. Mondjuk az viszont opció, hogy ott azt meglessük. Elég sok hőbe kerül, de mondjuk erdő és egy Jenner. Na, azért attól még nem fogunk rettegni. De sok mellét lőttünk. Most ők jönnek millió akcióval. Spider. Millió kilométeres PPC lövés. Potenciálisan Panther. Vagy Jenner. Esetleg aztán van PPC és kommandó is. Jó, ez se csinált semmit. Ez a Jenner menekül. Legalábbis arrébb húzódik az erdőbe. Vagy mellélő a Blackjacknek, nem tudom, mindegy is. Mindkettő belefér. Kommandó. Vörös kommandó. Na, azért Shadowhawkot kezdik itt kicsit meglőni. És még egy. Még egy PPC. Oké, hogy erdőben áldogálunk. Nagyobb részt védelembe.
Hát lőjük ezt a Spider-t. Na, ez már nem olyan veszélyes ez a Spider. Főleg egy lézerkrit mellé. Szép volt. Kicsit fordulj be arra a Spiderre. Mert azt szedjük akkor ki, ha lehet. Tökéletes. Jó, meglátjuk azt a Jennerkét. Oké, egy fejlövés. Ez is egy opció. Azt hiszem, tudunk menteni dolgokat akkor, amikor egy darab fejlövéssel ölöd meg. Ha abból nem tudunk, akkor azt hiszem semmiből nem. Panther. Viszonylag jó százalékkal egyébként, úgyhogy ezt hadd szóljon. Na hát, nem a PPC-t szedtük le persze. Persze. De azért 6 vagy 7 ellenfélből csináltunk néhányat. Millió kilométerről talál. Másik millió, ezt nem is látom, hogy kilő. Száguldozó lokuszt. Ez inkább csak egy evasion pip volt. Ami persze nem oké. Lehet, hogy mindegyik könnyű, de azért mennyi ez? 8, 9 könnyű? Az nem olcsó. Hát 8 minimum. Yikes. És azt hiszem ez a nagy, ez a célpontunk, de lehet, hogy még mindig az nincs meg. Közelbe se. Nem, az még mindig nincs közelbe se. Rizikós, mert részben a hátunkat, oldalunkat mutatjuk a két PPC-s rettenetnek. Nem volt rossz lövés, CT. Na. Hát ha nincs meg a líder, akkor sem izgat. Mert előbb-utóbb bejelenti, hogy ő neki ez elég volt és elkezd futni. De azt hiszem most egyébként ülő ilyenkor a rakéta. Wow! Szagra ez egy katapult lesz. Nem nagyon van más, ami... Ez legalább 20-25 rakéta volt. Két komolyabb rakéta. Csomag. Nem kevés volt. Minikátort még meg se lőtték.
Ugyanolyan jól tudunk lőni mind a kettőre, de a Locust gyengébb és nincs erdőbe. Ez kicsit gyorsabban fogy el. Cserébe kevésbé ijesztő ellenfél is, ez is benne van, nem tagadom. Na, ebből is leszettünk egy adagot. Hát meglátjuk. Egy láb mínusz, az mondjuk valahova rakta. Plusz újabb torzó, plusz mi egyéb, hát ebből sok nem maradt. Gyakorlatilag egy szál torzó. De ne felejtjük, két PPC-st alak még bútlászik ott a másik irányba. Nagyon a Blackjack-et akarja vadászni. Oké, nyilván nyílt téren van és sérült. Sok szempontból a legsérültebb járművünk. Már megint. Újabb Locust. Vagytok páram. Valamit blimpeltünk. Nem biztos, hogy jó hír az nekem. Na hát... nem erre kellett volna lőned. Azt hittem tudunk lőni a... torzós kommandóra. Hát így most hagyjuk felállni. Már valószínűleg csak kúszik valameddig, és utána megy egy gátba, mert sokat nem tud tenni. Az se biztos, nem, még valamilyen fegyvere van a torzóján. De ilyen gátba ment. Sokkal több opciója nincs. Oké. Egyik célpont kiiktatva. És a két sértetlen az előre fog kúszni. Hogy lője ezt a, jól emlékszem, Locust volt. Sajnos a nagy fegyver mellé ment. Még egy fejlővést kiosztott. Hibátlan Locust. Akkor valószínűleg ez a felderítője, hogy hívjáknak, főnöknek. Annak van egy haverja általában, egy könnyű, meg extra bónusz. Ami általában teljesen ép. Ami amikor Locust nem olyan vészes, de amikor mondjuk egy komolyabb, akkor azért nem annyira happy az ember vele. Hát ez mellé ment. Ez csúnya mellé ment. Commander,
Hát ha jobb célpontom nincs, akkor téged lőlek. Egyből kilőttünk egy lábat. No, végre bekúszott a nagy. Hát ezt torzózt ki. Azzal járunk a legjobban. Te fuss előre! Lőjünk be mindenkit, akit csak lehet. Legalább te is fuss előre. Hogy tudjál majd mesterlövészkedni. Két AC-val. AC2-es kell, elég nagy lőtávval bír. No, panther. Mellé, helyes. Ezért volt a szép nagy ivésöm. Mások a másik. Ő bujkál. Ó, pici panter. Hát megúsztana egy fegyvert, pedig abszolút álló helyzetben vagy. Lássuk, felénk jön, felénk jön. Micsoda vagy, trebusé. Rakétaágyú. Az egyik legkomolyabb közepes meg rakétaágyú. Szokásos lábakat lövünk, mert ne engem kérdezz, miért lő ennyit lábra. Az előző kampányban összesen nem lőttünk ennyit lábra. Na, hát ennek a jobb oldalát bontottuk most le. Nem fog zavarni. Csak. A tény kedvéért. Likvidálva, remek. És akkor egy könnyű meg egy közepesre rázudulhat a teljes csapatunk. Azért a PPC-k még mindig ott repkednek. Hát ha nem látod, akkor nem is opció, hogy más lövünk. De nem is kell, hogy opció legyen. Csak találjál. Ne hátrálj. Uff, rakéta horda indul. Mondjuk egy... Ó, fene. Muszáj arrébb állnod. Kicsit emberibb célpontokat kapjál. Na, akkor jó helyre kúszott át. Elbújt a hegy mögé. Amennyire tudott. 600 páncélja van. Van mit lebontani. Yes, commander.
Hát az... Legalább az AC-10-et vidd lőtávba. Medium lézert megsporolhatod. Na, 30% páncélt lebontottunk már róla. Csak ne szedje ki a Blackjacket valami bohósággal. Na. Egy elerem a módszerróban. Ó, szakik. Megunta. No. Így, hogy mellé lőttél ezzel, így abszolút nem fog izgatni. Knockdown-nal nehezebb szokni. A pilóta típus a target. Muszáj leszek torzózni, pedig szívesen eljátszogattam volna vele. De így, hogy menekülőre fogta, így nincs opció. Így gyakorlatilag menni kell utána. Már nem akarnám elbukni a küldetést. Van boom, nincs boom. Mennyire közel lehet a nincs boom? És oda kell eljutnia. Hát... És a gond az, hogy most nem lesz már lőtába senkinek egyszerűen. És a vicc az, hogy hátulról messze nagyobb most a páncélja, mint előről. Félek, hogy el tud majd szökni. De nem félek, ez fixen el tud szökni, egyszerűen nem tudok rá leállni. Teljes hátsó páncélja van, 14. Yeah. Jó, hát megpróbáljuk rakétákkal, amit lehet. 25% esély.
Két találat. Betalált pár, nem lehet mondani. Nem próbálkoznak, csak nem elég. Így ellenem 15 kritet is kiosztott. Sajnos most leesik a szenzorlok. Ő dob egy Death from Above, gondolom. Igen. Oké, okay. Lehetett volna ennél rosszabb is. Gond az, hogy nem tudunk vele mit tenni, ez ennyi volt. Főnök elmenekült, mert elmenekült. Most jön, lép, megfutott. Ja, rosszabb nem is lehetett volna, mint hogy épp hogy elmenekült, miközben bukott 8 vagy 9 meghet, ez tényleg ez semmi. Na se baj. Ó, egy lootot azt nem nagyon kapunk. Nem mintha lett volna nagy loot érték benne. No hát, ez van, folytatjuk legközelebb.